Borsi Sátoraljá újhelytől 3 kilométerre a határ szlovák oldalán található. 1676-ban Zrínyi Ilona Munkácsról Regécre vezető útja közben szállt itt meg, így az itteni kastélyban született meg március 27-én II. Rákóczi Ferenc. A legenda ugyan nem teljes egészében igaz, mint ahogy az emberek tudatában, vagy talán a helyiek tudatában is meghonosodott, hogy Munkácsról Sárospatakra tartva véletlenül, ugye itt Borsiban jönnek rá a szülési fájdalmak Zrínyi Ilonára. Természetesen a valóság az az, hogy erre készülnek, hosszabb ideje készülnek, hogy a Borsi kastély az, amelyik a leginkább kellemes, leginkább békés ahhoz, hogy Zrínyi Ilona egy fiúgyermeknek adhasson életet, és ehhez a lehető legtöbbet megkaphassa a környezetétől. Maga az építés, vagy az építmény, az egy kúriaként kezdte a pályafutását az 1560-as évek kezdetén. Lórándfi Zsuzsanna átalakítását követően nevezhetjük már igazából kastélynak, amikor a két kúriát először összeköti, és aztán utána nem csak falakkal összekötve, hanem épületrészekkel összekötve egy nagyobb egységi alakul. Az első épületet 1579 körül Dobó unokaöccse, Zeleméri Kamarás István tokai várkapitány emeltette, később Zeleméri lányának házasságával került a kastély, előbb Lórándfi Mihály tulajdonába, majd Lórándfi Zsuzsanna és első Rákóczi György házassága után került a Rákóczi birtokokhoz. Látványos várkastélya is ebben az időszakban építették át. Aztán eltelt 350 év, és 2021-ben megújult a Borsi Rákóczi kastély. A borsi történet az igen régen kezdődött. 1999-ben, amikor a Teleki László Alapítvány megkapta azt a feladatot, hogy bonyolítsa le a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség felújítása, dokumentálása kormányzati programot, akkor találkoztunk Borsival. Annak a programnak a forrásai nem voltak elegendők arra, hogy teljes körű felújításban gondolkozzunk. Kutatás tervezés kezdődött el akkor. 2013-ban Iván Gasparovics és Áder János megállapodott arról, hogy a két ország közösen újítja föl Borsi Rákóczi kastélyt, Rákóczi Ferenc fejedelem szülőhelyét. 2017-ben kaptuk meg aztán a konkrét felkérést arra, hogy ezt a felújítást valósítsuk meg. 2018-ban elkezdődött az építkezés, és 21. június 19-én a két köztársasági elnök jelenlétében átadásra került a kastély. Sokkal-sokkal romosabb állapotban volt, mint ami a mai szemmel fogadja itt a látogatókat. Ugye egy felújított kastélyról beszélünk. Ennek igazándiból a tetőzete sem volt teljes egészében ép és egységes, illetve hát ugye a szobái nem voltak berendezve. Nagyon sok olyan területe volt, ami inkább romosabb, felfedezhető, tehát be lehetett járni bizonyos területeit, de alapvetően nem arról szólt, hogy ez mindenütt látogatható lett volna. Az átalakult kastély egyik fő vonzereje a Rákóczi életét bemutató, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kreatív csapata által létrehozott Rákóczi három születése című kiállítás. A tárlat bemutatja a kastély történetét is, lényegében egy 17. századi birtok működését. Megismerhetjük a Rákóczia kiterjedt családfáját, Rákóczi ifjú és felnőtt korát, és megidézik a későbbi fejedelem szökését is a bécsújhelyi börtönből. A kastélyt magát egy civil szervezet működteti, II. Rákóczi Ferenc civil szervezet. Ez a megnevezése, amit a Teleki László Alapítvány és a helyi önkormányzat, Borsi önkormányzata hozott létre. Ez a civil szervezet Borsi Rákóczi Kastély Központnak nevezte el magát a kastélyt. Egyrészt központként a helyi kulturális életnek a szervezésében is, illetve a térségi kulturális életnek a szervezésében is szeretne szervesen bekapcsolódni, de élményeket biztosító látogató központ, ahol a múzeum és az étterem is megfér egymás mellett, ahol gasztronómiai élmény mellett igazándiból a múlttal nagyon-nagyon attraktív és nagyon-nagyon ilyen interaktív formában lehet megismerkedni. Egyrészt azért, hogy vonzó legyen nem csak az úgymond kultuszt éltető
korosztály számára is, hanem azoknak is, akik esetleg fiatalabbak, és az ő számukra is élmény legyen megismerni Rákóczit. A Rákóczi kastély tehát magyar vonatkozású emlékhely, de felújítása minden tekintetben rendhagyó volt, hiszen magyar kormányzati forrásból, de Szlovákia területén valósult meg. A felújítása két ütemben 2 milliárd forintot biztosított a magyar kormány. De hogyan őrizte meg Rákóczit a szlovák emlékezet? Nem egyforma a két népnek az emlékezete. A magyar nép között, tehát a magyarok között a hősnek a legendája, az nagyon erőteljesen él. A szlovák tudatban, a szlovák gondolkodásban, illetve a szlovák oktatásrendszerben Rákóczinak egy picit másabb a képe. Tankönyvben olyasmi hangzik el, nagyjából hasonló verzióban, mint ahogy most megpróbálom visszamondani, hogy Rákóczi a szavát nem betartva igazándiból csalódást okozott így a népnek, és emiatt elfordult tőle a nép. A kornak az emlékezete egy kicsit másabb azért Rákócziról, tehát azért az 1700-as években a szlovákság sem feltétlenül ezt a szemléletet látja. A szlovák tankönyvekben kis túlzással Rákóczi mint egy megbízhatatlan kalandor van megemlítve. Természetesen szó sincsen semmiféle szabadsághősről, jól lehet. Rákóczi seregeiben voltak szlovákok. Érdekes, hogy például a ruszinok azok viszont nagyon nagy tisztelettel fordulnak Rákóczihoz. A szlovákoknál ez nem így van, tehát ez elfelejtődött, jól lehet, vannak Rákóczi szövegű népdalok, a Rákóczi indulót a szlovákiai, szlovák területeken is a népzenészek játsszák, használják, tehát megvan az emlékezetben. Ezért is nagyon fontos az, hogy ez a kiállítás, amelyik Rákóczit mint egy szabadsághőst mutat be, ez a három nyelvű természetesen, és az első visszajelzések alapján nagy számú szlovák látogató van, és nagyon tetszik nekik. Tehát ez sokrétű a haszon, nem csak nemzetpolitikai tekintetben fontos ez, hanem diplomáciai tekintetben, hiszen olyan üzeneteket tudunk eljuttatni a szomszédos országokhoz, itt jelesen a szlovák emberekhez, társadalomhoz, amit egyébként nem lenne könnyű.